szép kert ápolásához, olyanhoz, mint ez például, hogyha nagy a fűterület, megfelelő gépekre van szükség. Célszerű nagyobb területek megmunkálására, fűnyírására, karbantartására, gondozására fűnyíró traktort választani. Itt látszólag két teljesen egyforma fűnyíró traktorról van szó. Méretét tekintve valóban teljesen egyforma mind a két gép, mindkettő 84 centis vágószélességű, fűgyűjtős, kényelmes ülésekkel rendelkezik mindkettő, kényelmes a kormány, tehát egy szép látványos kis gépről van szó, mindkettő hasonló célra van, tehát fűnyírásra. Mindkettő alkalmas gyűjtéssel való nyírásra, mulcsozásra, vagy adott esetben a fűgyűjtő nélkül történő hátsó kiszórású fűnyírásra. Ugye erre akkor lehet szükség, amikor nagyon nagyra nőtt meg a fű, és a gyűjtés nem elég hatékony, illetve akkor nem is tudjuk használni. És akkor nézzük, hogy mi a különbség ezek között a traktorok között. Hát itt egyik, ami feltűnik, ugye itt van egy fekete csík a motorháztetőn, itt nincs ilyen, tehát nem találunk ilyet. Ha megnézzük a kerék rögzítést fedő kupakokat, akkor itt azt látjuk, hogy kék színű, ott pedig fekete színű. Ez egy kicsit már utalhat arra a különbségre, hogy miben különbözik ez a két traktor egymástól. Hogyha szeretnénk rájönni arra, hogy mi is az alapvető különbség, akkor a motorháztetőt kell kinyitni mindkét gépen, és már is rájövünk, hogy hát hol van ez a bizonyos különbség, amire én itt próbáltam utalni. Hát az, hogy ebben egy benzinmotor van elől a motorháztető alatt, ebben a gépben pedig egy akkumulátorpak. Tehát ez egy elektromos, mégpedig akkumulátoros fűnyíró traktor, és ugye itt a motorháztető alatt találjuk az energiaellátást biztosító akkumulátor pakkot. Az ülés alatt van még egy másik különbség, hogyha fölhajtjuk mindkét traktornak az ülését, akkor ugye a benzinmotorosnál az akkumulátort találjuk. Hát ez egy pici normál akkumulátor, ugye, ami a traktornak az energiaellátását, az önindítónak az energiát szolgáltatja, ugye, amikor a motort kulccsal indítjuk. Itt viszont hátul nem akkumulátort, hanem az akkumulátor helyén egy töltőt találunk, egy töltő csatlakozót, egész pontosan, ugye itt tudjuk az akkumulátort föltölteni. Egyébként funkcionalitásban teljesen megegyezik a két traktor, tehát mindkettővel, mint ahogy az előbb is említettem, lehet gyűjteni a füvet, lehet mulcsozni. Mindkét traktornál ez alaptartozék, tehát a mulcsbetét, illetve a mulcsozó kések, ezek alaptartozékok mindkét traktornál, és mindkét traktorhoz külön megvásárolandó tétel, és lehetőségként ugye a deflektor, amikor a gyűjtőt levesszük, és a gyűjtő helyére tesszük fel ezt a bizonyos deflektort, ami a magasra nőtt fűvágásánál hátulra, a talajra szórja ki biztonságosan a levágott füvet, nyesedéket. Ez az elektromos traktor, ugye E-Ride C500 névre hallgat. A Stiga választékában találunk az elektromos traktorok között oldalkidobóst és fűgyűjtőst, és a mindkettőben, tehát a fűgyűjtősben is, meg az oldalkidobósban is találunk C500 vagy C300 jelűt, ugye ezek a fűgyűjtősök, és S300 vagy S500 jelűt, ezek pedig az oldalkidobós fűnyíró traktorok. Miben különböznek egymástól a Stiga E-Ride traktorok? Ugye itt említettem, hogy van 500-as vagy 300-as sorozatjelű. Az első és legfontosabb különbség az akkumulátor kapacitásban van. Természetesen ugye a 300-as jellel ellátott a kisebb, az 500-assal ellátott a nagyobb kapacitást jelenti. A kisebbnél egy feltöltéssel 45 percet tudunk dolgozni, míg az 500-as sorozatjelnél egy feltöltéssel legalább egy órát tudunk dolgozni.
A feltöltési idő az körülbelül 6 óra, tehát 1 óra munka az 500-asnál, tehát a nagyobb kapacitásúnál, azt jelenti, hogy 1 óra után, 1 óra munkavégzés után 6 órán keresztül kell tölteni. A traktorhoz kapott normál töltővel a traktort. Amennyiben megvásároljuk hozzá a felárért kapható gyors töltőt, azzal 2 óra alatt föl tudjuk tölteni az akkumulátort 100%-ra, tehát napi több órát tudunk akkor dolgozni, hogyha a gyors töltőt használjuk. Ezen kívül van még különbség a 300-as és az 500-as sorozat között, ugye az 500-as az felszereltebb, ami azt jelenti, hogy ezen már van tempomat, amikor a pedált nem kell nyomnunk, hanem mint az autónál, ugye az éppen adott aktuális sebességet rögzítjük, és utána a traktor mindaddig, amíg ezen nem változtatunk, ezzel a sebességgel fog haladni. Ennek ott van előnye, amikor hosszú egyenes szakaszokon, mondjuk egy focipályán kell dolgoznunk. Aztán van az 500-as sorozaton eko funkció, ahol vissza tudunk venni a traktor sebességéből is, viszont ami ennél fontosabb, a vágókések fordulatszámából. Ilyenkor az egy feltöltéssel lehetséges munkaidő ugye megnövekszik. Hogyha normál füvet vágunk, rendszeresen vágott füvet nyírjuk, akkor ezt a funkciót használva nagyobb terület vágható le egy feltöltéssel, és gyakorlatilag ezek a funkciók azok, amik különbséget jelentenek a 300-as és az 500-as típusjelű Stiga elektromos traktorok között. Milyen előnnyel rendelkezik még egy akkumulátoros fűnyíró traktor? Hát ugye alapvető a zajszint, illetve a károsanyag kibocsátás, ami nincs. Amikor csak közlekedünk a traktorral, akkor szinte semmi hangja nincs, minimális hanghatással találkozunk. Amikor elindítjuk a vágókéseket, akkor természetesen már nem tud zajtalan lenni a traktor, hiszen ahhoz, hogy a levágott füvet begyűjtse a fűgyűjtőbe, vagy akár a ősszel lehulló fa leveleket, ahhoz olyan légáramlást kell kelteni, ami alkalmas arra, hogy föl tudja szívni a nyersedéket, illetve a fa leveleket. Tehát itt van egy ventilátor hatás, és ennek bizony a áramló levegőnek van hatása, de ezt halljuk egyébként. További előny az, hogy ezeken a traktorokon ugye úgy van, hogy két darab kés van, és mind a két késnek külön meghajtó motorja van, tehát nincs kés meghajtó ékszíj. Ezzel együtt a villanymotor fordulatszáma nagyobb fordulatot ad a vágó késnek, mint amit egyébként egy benzinmotoros gépnél találhatunk, tapasztalhatunk, tehát a nagyobb fordulatszám szebb vágást, hatékonyabb gyűjtést és gyakorlatilag gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé. Hátsó meghajtásnál szintén egy villanymotor van, ami karbantartásmentes, tehát az akkumulátort ugye csak tölteni kell, nincs a benzinmotornál tapasztalt olajcsere, olajszűrőcsere, légszűrő ellenőrzés, tehát egy csomó karbantartás gyakorlatilag nincs. Akkumulátort kell föltölteni, illetve a traktort tisztán tartani, és ennyi az elektromos, akkumulátoros traktorral kapcsolatos tennivalónk mindössze, és élvezhetjük a csendes, tiszta fűnyírást a kertben, méghozzá nagyon nagy hatékonysággal. Tekintsük át az elektromos fűnyíró traktor funkcióit. Ugye azt már említettem, hogy gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás, mint funkció az azonos a benzinmotorossal. Ugyanígy van a vágásmagasság állítás is. A bal kezünknél találjuk a vágásmagasság állításra szolgáló kart. Ugye itt 7 fokozatban tudjuk emelni, süllyeszteni a vágóasztalt, és így tudjuk beállítani azt a vágásmagasságot, amit szeretnénk használni. A vágóasztalon elől támkerekeket találunk, ez arra szolgál, hogyha egy ilyen huplis részen kell átmenni a fűnyíró traktorral,
akkor az leér a talajra, és meg tudja emelni azt, tehát nem fog elakadni, illetve hogyha nagyon alacsonyra állítjuk a vágási magasságot, akkor az a talajon tudja vezetni, tehát követi a talaj egyenetlenségeit. Ugye ez több fokozatban állítható a csavar áthelyezésével a vezetőgörgő magassága, és így tudjuk a minimális vágási magasságot szépen szabályozni, úgy, hogy a talaj egyenetlenségeit tudja a vágóasztalunk követni. A traktor jobb oldalán, kormány alatt találunk egy QR kódot, és itt látjuk, hogy akár App Store-ból, akár a Google áruházból le tudjuk tölteni azt az applikációt, amit ehhez készített a Stiga, és akár össze tudjuk kötni a fűnyíró traktorunkat ezzel az applikáció segítségével a mobiltelefonunkkal, ahol különböző információkat tudunk kinyerni. Itt van egy USB port, ahol egyrészt szervizinformációk miatt van erre szükség, tehát különböző információkat tudunk már, hogy a szerviz tud a traktorról kinyerni, illetve akár telefont is tudunk róla tölteni, úgyhogy tudunk csatlakozni a mobiltelefonunkhoz is. Van itt egy vészleállító gomb, előfordulhat, hogy olyan probléma adódik, hogy valamilyen nagyon muszáj megállni, megijed az ember, akkor ezt a gombot gyorsan megnyomva az összes funkció leáll, megáll a traktor fixen, nem tud elgurulni se, tehát egy rögzített állapotba kikapcsolt késekkel fog kerülni ennek a gombnak a megnyomására a traktor. Ezt egy picit elfordítva tudjuk kioldani aztán. A traktorhoz kapunk egy ilyen kulcsot, és illetve kettő darabot kapunk a 500-as sorozathoz. Ezzel tudjuk üzembe helyezni a traktort, mégpedig itt a jobb oldalán, hogyha betesszük a helyére, ugye itt figyelni kell, mert van egy vastagabb, meg egy vékonyabb rész, tehát figyelni kell, hogy tudjuk, egyféleképpen tudjuk betenni a helyére. Ezt beillesztjük, elfordítjuk 90 fokkal, és akkor töltöttségi szintet fogja mutatni nekünk a kijelzőn a akkumulátor szimbóluma. Hát, amikor a kulcsot ugye behelyezzük, akkor a bal, és elfordítjuk, a bal oldalon fölvillan az összes kontrolllámpa, és aztán ezek elalszanak, és ilyenkor látjuk azt, hogy ugye az 5 fokozatú szinten melyik szakaszban van az akkumulátor töltöttsége. Ugye itt látjuk, most 3 van, tehát tölteni kell majd, és 5 a teljes, és akkor ugye ahogy merül az akkumulátor, akkor hogy használjuk, úgy szépen jelzi nekünk vissza az aktuális töltöttségi szintet. Hogyha fölállunk az ülésből, akkor itt ugye mutatja, a felkiáltójel villog, és mutatja, hogy hát tessék az ülésbe ülni, mert különben nem lehet használni a traktort. Ugye itt van egy ilyen biztonsági rendszer, hogyha fölállunk, akkor azonnal alaphelyzetbe állítja a traktort, leállítja a késeket, tehát kellőképpen biztonságos. Van itt egy ilyen jel, ami, hogyha benyomtuk a vész stoppot, akkor ugye ezt fog világítani, tudjuk azt, hogy ezt, ahogy az előbb is mutattam, elfordítjuk, és akkor ki lehet kapcsolni. Na, szóval, amikor elfordítottok a kulcsot, ugye megjelenik az akkutöltöttségi szint jelzés, és itt van ez a bekapcsoló gomb, ezzel tudjuk gyakorlatilag üzembe helyezni a traktort, mutatja a ready felirat és a felkiáltó jel, hogy a traktor üzemkész, és mehetünk vele, dolgozhatunk. Ilyenkor már ugye el is tudunk vele indulni. Hopp, majdnem fölborítottam a kamerámat, tehát jó, oké. Tehát el lehet vele indulni. Lényeg az, maradjunk ennél a változatnál. Milyen gombokat találunk még itt? Említettem, ugye, hogy tempomat van a traktoron, ez a gomb a tempomat gombja, ugye ez az autóból ismert, tehát ugyanezt a jelet használja itt is. Kiválasztunk egy sebességet, amivel szeretnénk haladni, ezt a gombot lenyomjuk, és akkor innentől fogva a traktor ezzel a sebességgel fog haladni.
Itt van ez a gomb, ugye ez a lámpakapcsoló, ezzel tudjuk a világítást bekapcsolni, kikapcsolni, világítás visszajelző van, tehát itt látjuk, hogy ég a lámpa, ami egyébként ledes világítás. Ugyanígy le tudjuk kapcsolni. Ez az említett Eco gomb, ugye amivel meghosszabbíthatjuk azt az időt, amit egy feltöltéssel tudunk dolgozni. Ilyenkor a traktor egy picit lassabban megy, illetve a vágó kések lassabban forognak. Ez a kés be és a kikapcsoló gombja, hogyha ezt megnyomjuk, akkor elindulnak a kések, és lassan, fokozatosan pörgeti föl, ugye kímélve az akkumulátort, és amikor elérte a maximális fordulatszámot, ugye azon fog dolgozni majd a traktor. Na nézzük is, akkor bekapcsolom. Szép lassan elindul, és fölpörgeti a késeket. Tehát ez az a zajszint, amit a kések keltenek. Az Eco gombot benyomom, akkor halljuk, hogy egy picit visszajött a kés fordulatszáma, és halkabb lett valamennyivel a gép. Amikor ezt a gombot megnyomjuk, abban a pillanatban ugye azonnal leáll a kés, megfogja egy fék. És ilyenkor ugye az Eco funkcióval, funkció gombbal tudjuk választani, hogy Eco állásba vagy normál állásba szeretnénk vele dolgozni. Van még itt egy kis traktor fölülnézetből egy hátrafelé nyillal, ugye ez egy biztonsági rendszer, ami azt jelenti konkrétan, hogy a traktorral hátra menetbe vágni csak fokozott figyelemmel lehet. Tehát, hogyha be van kapcsolva a kés és tolatni szeretnénk a traktorral, akkor azt a gombot a tolatás ideje alatt folyamatosan lenyomva kell tartanunk, csak akkor tudunk tolatni, egyébként a traktor lekapcsolja a kést. A traktor haladási irányát és a haladási sebességet ennek a pedálnak a segítségével tudjuk szabályozni és kiválasztani. Ugye, hogyha előre nyomjuk meg a pedált, akkor a traktor előre fog elindulni, és minél jobban benyomjuk, annál gyorsabban megy a traktor, hogyha pedig visszaengedjük, akkor megáll, és olyan, mintha a féket nyomnánk meg, illetve ha hátrafelé nyomjuk ezt a bizonyos pedált, akkor pedig hátrafelé fog a traktor elindulni, és ugyanígy fokozatmentesen tudjuk a haladási sebességet szabályozni. Tehát, hogyha a pedált nyomom előre felé, akkor előre fog a traktor elindulni, és gyorsít vagy lassít, illetve ugyanígy tudunk hátrafelé is menni a traktorral, gyorsabban vagy lassabban. Amikor elengedjük, akkor abban a pillanatban a traktor hirtelen meg fog állni. Tehát ez olyan, mintha féket nyomnánk be, így tudunk a traktorral előre és hátra menetbe is közlekedni. Így, hogy megismerkedtünk a elektromos fűnyíró traktor előnyeivel és kitűnő tulajdonságaival, utoljára nézzük még meg az említett különbségeket, ugye a fügyűjtés, mulcsozás és a hátsó kiszórás között. A fügyűjtő, ez most rajta van a traktoron, fontos az, hogy hátul van egy érzékelő, tehát a traktornak a vágókését csak abban az esetben tudjuk bekapcsolni, hogy ha vagy a fügyűjtő, vagy a deflektor fönt van a helyén, az működteti ezt a bizonyos biztonsági kapcsolót. Ugye a gyűjtő ürítése ez nagyon egyszerű, ezt a kart kell kihúzni, hogy ez a vezetőülésből könnyedén elérhető, és így a talajra ki tudjuk borítani. Levenni pedig egy egyszerű mozdulattal lehet, ezt így szépen fogjuk és levesszük. Egyébként itt hátul van egy ilyen kis kar, ami a fügyűtő telítettségét jelzi, mégpedig sípolással. Ahogy rakódik a nyesedék a fügyűtőbe, a fűsúlya ezt a kapcsolót szépen lefelé lenyomja, ez ad egy jelet nekünk, és elkezd sípolni, innen tudjuk a sípoló hangból, hogy a fügyűtő megtelt, és ürítenünk kell. Abban az esetben, hogyha mulcsozni szeretnénk, ez a bizonyos mulcsbetét alkalmazandó,
Ugye ez azt csinálja, hogy a fűgyűjtő csatornát, ami a késektől vezet föl a fűgyűjtőbe, lent a késeknél lezárja, ezáltal a késektől a fű nem tud kijönni, ott többször találkozik a körbeforgó késsel, és így jobban összeaprításra kerül, aztán majd lehullik a talajra. Fontos azonban, hogy a mulcsozó nyírás csak abban az esetben lehet használni, hogyha a teljes fű hosszának a felső egyharmadát vágjuk csak le. Tehát ez viszonylag gyakori fűnyírást igényel. Egyébként emellé tartozik még egy pár kifejezetten mulcsos kés is, ugye szintén a traktor tartozéka, amivel gyárilag föl van szerelve, azzal nagyon jól tudunk gyűjteni, tehát vágni és gyűjteni, és elég jól tudunk mulcsozni. Abban az esetben viszont, ha többségében mulcsozni szeretnénk, vagy szeretnénk egy nagyon jó mulcs hatást elérni, akkor célszerű a rajta lévő hibrid késeket a speciális mulcsozó késekre cserélni. Ennek a behelyezése nagyon egyszerű. Egyszerűen a gyűjtőcsatornába betoljuk, és itt két oldalt tudjuk rögzíteni. Fontos azonban, hogy ugye ilyenkor itt ez a biztonsági kapcsoló figyeli azt, hogy van-e fönt valami, tehát az előbb említettem, vagy a gyűjtőt, vagy a deflektort kell fölhelyezzük. És akkor, ha magasra nőtt a fű, amit vágni szeretnénk, ugye az egyrészt nehéz összegyűjteni, mert nagyon nagy a fű mennyiség, másrészt meg el tud dugulni a nedves, hosszú fűvel a fűgyűjtő csatorna. Ilyenkor érdemes használni ugye ezt a deflektort, ami biztonságossá teszi a fűnyírást azáltal, hogy itt a kidobó nyíláson keresztül nem tud semmi se kirepülni, kő, fadarab, bármi egyéb, hanem ez szépen letereli a talajra. Ez a deflektor pedig úgy működik, hogy ezt ide föltesszük, de ehhez egyébként ki kell vennünk a mulcsbetétet, mert ez itt szépen útba van nekünk. Tehát először kihúzzuk a mulcsbetétet, félretesszük, és akkor kerül föl a deflektor a helyére, amit pedig ugye itt föl tudunk helyezni, és rögzítünk, és ez jelenti a hátsó kidobást, ugye ilyenkor szépen hátul a talajra a levágott füvet, nyesedéket a traktor le tudja szórni. Amennyiben tetszett a videó, egy lájkot megköszönök, kommentben lehet kérdéseket föltenni esetleg, ami még nyitott maradt, és érdemes feliratkozni a YouTube csatornámra, hiszen rendszeresen jelentkezek hasonló bemutató videókkal.